hogy valakinek el kell adni házának a gerendáit, ez rabas óra, tehát ez az első kötet, tehát valakinek el kell adni mindig a házának a gerendáit, kaptévén keresztül lehet kérdéseket felrakni, és a megfelelő kérdések kérdeznek sugározva a lecke során. Tehát nekünk mindig a megfelelő szándékban kell lenni, emlékeztünk el, hogy mindig ugyanabban a szándékban kell legyünk. Tehát Rabba sírása, Rabbi Yehuda azt mondta, hogy az embernek mindig el kell adni a házának gerendáit, és cipőket kell tenni a lábaira. Meg kell, hogy értsük a precíziót az ember házának gerendáival kapcsolatban, és a cipők fontosságát addig a pontig, hogy érdemes az embernek a háza gerendáit eladni, annak érdekében, hogy képes legyen cipőt tenni a saját lábára. Mindezt a munkával kapcsolatban kell magyaráznunk. A háznak a gerendái, hébetül korot, a mikre szóból származik, amely esemény, amelyet az ember a házában átél, mert az ember két részlet által érzékeljük. Egyik a tudás, amelyik az intellektus, és az érzelmek által, az, amit a szívünkben érzünk, hogy boldogok vagyunk, vagy boldogtalanok. Ezek az események, amelyeket megtapasztalunk, egy kérdést emelnek fel a mindennapi életünkben. Ez vonatkozik az embernek a teremtővel való viszonyára, és az embernek a barátjával való viszonyára. Az ember és a teremtő viszonya azt jelenti, hogy az ember panaszkodik, hogy a teremtő nem elégíti ki az összes kívánságát. Más szóval a teremtőnek teljesítenie kellene azokat, amire az ember úgy gondolja, hogy neki szüksége van, mivel szabály az, hogy a jónak az a szokása, hogy jót cselekedjen. És néha az ember panaszkodik, mintha ő éppen ellentétesen érezné, azaz, hogy az ő helyzete mindig rosszabb, mint másoké, akik egy magasabb szinten vannak, mint az ember maga. Ebből következik, hogy az ember olyan állapotban van, melyet úgy hívunk, hogy kémek, hogy rágalmazzák a felső irányítást, mivel az ember nem érzi a boldogságot és az élvezetet az életében, melyet szeretne, és ezért nehéz azt mondani, hogy csak jóság és kegyelem követ majd engem életem minden napján. Ezáltal abban az időben az ember a kémek állapotában érzi magát. Bölcseink azt mondják ezzel kapcsolatban, az áldások 54-ben, hogy az embernek úgy kell megáldani a rosszat, hogy megáldja a jót, mivel a judaizmus alapja az értelem felett itt leépülő. Ez azt jelenti, hogy ne arra támaszkodjunk, melynek gondolására, mondására vagy cselekvésére értelmű késztet minket, hanem a magasabb, jó szándékú felső irányításban való hitünkre támaszkodjunk, és pontosan a felső irányítás igazolása által az ember később meg lesz jutalmazva a boldogság és az élvezet érzetével. Bala Szulám egy allegóriát adott egy olyan emberről, akinek panaszokkal és követelésekkel kell a teremtő elé állnia, hogy a teremtő nem teljesítette az összes kívánságát. Ez olyan, mint egy ember, aki az utcán sétál egy kis gyerekkel, a gyerek keserűen sír, az összes ember az utcán ránéz az apára, és azt mondja, milyen kegyetlen ez az ember, aki hallja a fia sírását, anélkül, hogy odafigyelni arra. És a gyermek sírása még az utca embereit is sajnálatra kényszeríti, azonban azt, aki a gyerek apja, látszólag nem ébreszt benne sajnálatot. És létezik egy szabály, hogy ahogy egy apa megkönnyül a gyermekén. A gyerek sírása arra kényszeríti az embereket, hogy oda menjenek az apához, és megkérdezzék. Hát hol van a te kegyelmed? Erre az apa azt válaszolja. Mit tehetek, hogyha a fiam, aki a szemem fénye, azt követeli tőlem, hogy adjak neki egy tűt, amivel megvakarhatná a szemét, mivel a szeme viszket.
Vajon kegyetlen vagyok, amiért nem teljesítem a kívánságát, vagy maga a kegyelem az, hogy nem adok neki egy tűt, hogy azzal kiszúrhassa a szemét, és örökre vak maradjon. Ennél fogva, hinnünk kell abban, hogy minden, amit a Teremtő ad nekünk, az a saját érdekünkben van. Bár nekünk minden esetre imádkoznunk kell, hogy a Teremtő eltávolítsa ezeket a problémákat tőlünk. Azonban tudnunk kell, hogy az ima és az ima teljesítése két különböző dolog. Más szóval, amennyiben mi úgy cselekszünk, ahogy nekünk cselekednünk kell, akkor a Teremtő megcselekszi majd azt, ami a jó számunkra, mint a felnőtt említett allegóriában is olvashatjuk. És az lett el ezzel kapcsolatban mondva, és az Úr meg megcselekszi az, amely jónak tűnik a számára. Ugyanez az ember vonatkozik az emberre, azaz, hogy el kell adni a ház gerendáit, és cipőket kell tenni a lábaira. Más szóval az embernek el kell adni a ház gerendáit, az összes esemény, melyet az ő háza átélt a barátok szeretetével kapcsolatban. Az embernek lehetnek kérdései a barátai, és panaszai a barátokkal kapcsolatban, mivel odaadóan dolgozik a barátok szeretetében, mégis semmilyen válaszreakciót nem lát a barátai részéről, mert segíteni őt bármi módon. Azok mind nem úgy viselkednek, ahogy az ő véleménye szerint a barátok szeretetének működnie kell, hogy mindegyik barátjával egy tiszteletre méltó módon beszéljen, ahogy a szokásos kifinomult emberek között. Ugyancsak a cselekedetekre vonatkozóan nem lát olyan cselekedet a barátok részéről, melyekre ő rátekinthetne a barátok szeretete vonatkozásában. Ehelyett minden normális, hogy az egyszerű emberek között, akiket még nem érdekel, hogy összegyűjjenek, és döntsenek úgy, hogy olyan társaságot alapítsanak, ahol létezik a barátok szeretete, ahol mindenki a másik jólétére törekszik. Ezáltal most azt látja, hogy senki nincs, akire rátekinthetne, aki elkötelezte magát a barátok szeretetében. És mivel úgy érzi, hogy ő az egyetlen, aki a helyes úton jár, és mindenki rossz indulattal és megvetéssel nézi ezt, úgy hívjuk, hogy kémkedés. Azaz, ő kémkedik a barátain, hogy lássa, hogy vajon megfelelően viselkednek-e vele szemben, a szeres fele barátod vonatkozásában. És mivel ő csak azt hallja, hogy a barátok szeretet a legfontosabb, azt akarja, hogy ők úgy cselekedjenek, ahogy beszélnek. És akkor ő látja, hogy mindez csak üres beszéd, és azt találja, hogy még a beszédben sem létezik a másik szeretete, és ez a legkevesebb a barátok szeretetében. Más szóval, hogyha valaki kérdez valamit, A másik csak lekezelően válaszol közömbösen, nem pedig úgy, ahogy az ember egy barátjának kell, hogy válaszoljon. Ehelyett az mindig hideg, minthogyha a másik csak meg akarna szabadulni tőle. És ne kérdezz engem, hogyha a barátok szeretetére gondolsz, akkor miért kritizálod azt, ahogy a barátok szeretetnek téged, mintha a barátok szeretet az önszeretetre alapozva. És ezért én azt akarom látni, az én önszeretetem mit nyert ebből a viszonyból. Ezek nem az én gondolataim, helyett én valóban a barátok szeretetét akarom. Ezért vagyok érdekelt ennek a társának a létrehozásában, hogy én láthassam, hogy minden egyes ember elkötelezi magát a barátok szeretetében, és azon keresztül az a kicsi nyerő, melyen rendelkezem a mások szeretetében, megnövekedhessen, és meglegyen az erőm ahhoz, hogy jóval nagyobb erővel kötelezzem magam a mások szeretetére, mint amilyenre egyedül képes lennék. De most látom, hogy én semmit nem nyertem, mivel azt látom, hogy az egyikünk sem cselekszik jót. Ezáltal jobb lenne, nem lettem volna velük, és nem tanultam volna az ő cselekedetükből.
Mert létezik egy válasz. Hogyha egy társaság bizonyos emberekkel lett létrehozva, és amikor azok összegyűltek, kellett lenni valakinek, aki kifejezetten ezt a gyülekezetet akarta létrehozni. Ezáltal ő kiválogatta ezeket az embereket, hogy lássa, vajon ők megfelelőek-e egymás számára, más szóval, hogy mindegyikük rendelkezik-e a mások szeretete iránti szikrával, de a szikra nem volt képes lábra robbantani a szeretetet, hogy ragyogjon mindegyikőjükben, és ezáltal ők beleegyeztek, hogy azáltal, hogy egységre lépnek, a szikrák egy hatalmas lángá változhassanak. מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. לכן גם עתה לאחר ezáltal most is, amikor kémkedik rajtuk, neki felül kell emelkedni ezen, és azt kell mondania. Ahogy mindannyian egy gondolatban voltak, és nekik a mások szeretete iránti úton kell haladniuk, amikor a társaság létre lett hozva, ugyanígy van az most is. És amikor mindenki kedvezően ítéli meg a barátját, az összes szikrák ismét felgyulladnak, és akkor ismét létrejön egy hatalmas láng. Ez úgy van, ahogy Bála Szulám egyszer mondta, amikor arról a szövetségről kérdezett, melyet két barát hoz létre, ahogy az a Tórában megtalálható. És Ábrahám magához vett jókat és ökröket, és azokat Abimeleknek adta. És akkor ők ketten egy szövetséget hoztak létre. És azt kérdezte, hogy ha mindketten szeretik egymást, akkor természetesen ők jót cselekednek egymással. És természetesen, amikor nincsen szeretet köztük, mivel a szeretet valamilyen oknál fogva elsorvadt köztük, akkor ők nem cselekszenek jót egymással. Akkor hogyan segíti őket a közöttük megkötött szövetség? És ő azt válaszolta, hogy az a szövetség, amit ők megkötnek, az nem a mostanra vonatkozik, mivel most, amikor a szeretet érződik köztük, nincs szükség egy szövetség létrehozására. Ehhez a szövetség létrehozása célirányosan a jövőre kell, hogy vonatkozzon. Más szóval, lehetséges, hogy bizonyos idővel később, ők már nem érzik majd a szeretetet úgy, ahogy most érzik, de mégis meg fogják tartani olyan jó viszonyukat, ahogy korábban, és ez az, amit a szövetség megkötése szolgál. Láthatjuk azt is, hogy bár most ők nem érzik a szeretetet úgy, ahogy akkor létezett, amikor a közösség létre lett hozva, mindenkinek mégis felül kell emelkedni a saját nézeteim értelem fölé, és ezáltal minden korrigálódik, és mindegyikőjük kedvezően ítéli meg majd a barátját. És ezáltal megérthetjük bölcseink szavait, akik azt mondják, az embernek mindig el kell adni a házának gerendáit, és cipőket kell raknia a lábára. A minalim, azaz a cipők szó, a neilat delet, az ajtó bezárása szóból származik, amely a lezárás. Ahogy az ember kémkedett barátjára, és a rigel kémkedett, raglai, lábok szóból származik, neki el kell adni a házának gerendáit, azaz mindaz, amit az ő házával történt, és az ő barátjának kapcsolatára vonatkozólag, azaz a kémek, melyekkel ő rendelkezik, akik vádolják a barátokat. És akkor adj el mindent, azt jelenti, hogy eltávolod az összes olyan eseményt, mert a kémek hoztak elő, és cipőket tesz a lábára az ember helyett. Ennek az a jelentése, hogy le kell zárni a kémeket, mintha azok többé nem léteznek a Földön, és akkor elzárja az ember az összes kérdést és vádat, mely ő rendelkezett velük kapcsolatban, és akkor minden a helyére kerül. Azaz nekünk arra van szükségünk, mondja Rav, hogy keresztül menjünk az összes létező állapotom, és teszteljük az összes
gondolatot, problémát, ami nekünk van a közösségben, és eljussunk ahhoz a fajta korrekcióhoz, hogy az összes reklamálásom, követelésem a csoport felé, az azok az hozzáállásomat helyes módon igazítsák ki a csoport felé. És az én viszonyom a barátok felé. Hogy fölé tudjak emelkedni a nehézségeimnek. A helyes irányultságot érezzem velük, és valóban ezáltal egy edényt hozzak létre, egy házat, mégpedig a cél elérése érdekében. És ezt mindannyian együtt, ezt a vágyat egy edénybe fordítsuk. Kérdés. Én nem értem ezt. Tehát semmi nem tűnik el, szóval megmaradnak a problémák, minden megmarad? Persze. Hát van a parcuf. Tehát nekünk túl kell lépni a nehézségeken, és egy szűrőt kell rátennünk az egészre, föl kell emelni ezek a problémák fölé ezt, és a barátaim azok a szememben egyre szebbekké kell, hogy váljanak. Ami azt jelenti, hogy valamilyen módon másképp nyilvánulunk meg egymással szemben. Tehát egy magas, nyilván egy magasabb szintre kell jutnunk, ugye? Mint Rabbi Simonnak a diákjai, akik érezték a gyűlöletet, alig bírták elviselni, hogy egymás mellett üljenek. Tehát, mit jelent ez, hogy minél jobban előradunk, nyilván föl kell fedeznünk a gonosz hajlamot, és azt, hogy mennyire nem tudjuk egymást tolerálni és elviselni, és így kell magunkra a cipőt húzni, ugye, amely tulajdonképpen a szűrő, és nekünk minden nehézség felett kell összekapcsolódnunk, és nyilván a kapnakarás folyamatosan növekszik bennünk, és mi a helyes hozzáállás? Hát nyilván, hogy bármilyen furcsa az a gyűlölet. Mert a Tórát csak akkor kapjuk meg, ha feltárul a gyűlölet, nem előbb. Mit jelent az, hogy a problémák fölé emelkedünk? Az azt jelenti, hogy nekünk van szűrőnk. Ugye, mert nekünk ezek... Nyilván mindent a saját hibának megfelelően fogunk megítélni. Tehát mi nem tudjuk eltörölni ezt a világot, ez a világ, eznek az alapja. A létrenek az alján van, és nekünk csak egy dolgunk van, felemelkedni a létrán olyan magasra, amilyen magasra csak tudunk, minden elutasítás fölé. És nyilvánvalóan kell egy cipőmben, megyünk fölfele, de más dolgunk nem nagyon van. Mi az a szűrő, kérdezi Jakokkal, amely megengedi nekem, hogy a bajok fölé emelkedjek. A cél fontossága, a podelemtő fontossága, mondja Rab. Vagy Rab a sírja itt, tehát nekünk igazolni kell, hogyha így teszünk, akkor erre van szükségünk, tehát ilyen módon lehet felfedezni a barátok felé irányul a gyűlöletemet, és akkor ebben pedig fel fogom fedezni, hogy minden csak a teremtőtől érkezik. Tehát nincs más rajta kívül. Tehát az én munkám az
Tehát az én legfontosabb részem, hogy a fény segítségével följebb tudjak emelkedni, följemelkedjek az összes létező helyzetnek az egómon belül. Oké, de akkor az egón belül nekem mindig vannak problémáim a barátok irányában. Ez nem kétség, magyarabb. Tehát nyilván ez csak a negációból jelenik meg, hogy elutasod őket. De te ezt nem látod. De nem látod, mondja arra, Jakoka megpróbált érvelni, hogy nem így van. Nem, mondja. Tehát ez a gonosz hajlamban jön az is, hogy nem látod. Hiszen vannak emberek, közösség, amelyek érzékenyebbek egymásra, mint mi. Tehát most az, hogyha valaki elmegy, de minden reggel meghallgatja ezeket a dolgokat itt, és elmegy, ez nem csoport. Tehát akkor nem, nincs meg az a súlyos és nagyon fontos viszony köztetek, ahol meg az érzések, hogy ti valóban egy feladathoz tartoztok, egy irányba mentek, egy célhoz tartoztok, egymásra gondoskodtok. Ez egy szép közösség, de ennyi. Oké, na akkor egy kicsit zavarodottak vagyunk, tehát akkor eljövünk ide. Mi az évünk el, hogy a köztünk lévő kapcsolatban dolgozunk, nem? Először is ez nem biztos, hogy ezért jössz ide. Te nyilvánvalóan azért, hogy elérj valamit a spiritualitásban. Nem kell foglalkozni, hogy ki ül itt egyébként. Azzal kell elérni a spiritualitást, aki itt ül. Ez a lényeg. Tehát a cél eléréséhez is kapcsolódsz valamilyen módon, de azokkal kell kapcsolódnak, akik itt ülnek. Tehát később majd, amikor már elég sokszor hallod, hogy a cél mi, azonban a cél az valahol mindenki között van, és ha helyes módon kapcsolódtak össze, akkor középen megjelenik a célnak a feltárulása közöttetek lévő viszonyban. Ez valóban addig nem tárható fel meg az emberek. Már messze érzik magukat ettől, és mintha a fül is lenne blokkolva, tehát nem is hallja, nem is érzi az ember, hogy mi történik itt a csoport középpontjában. És nyilván az embernek mindenféle értelemben hiánya van a szabad választásban, és a hősök, ugye azok még több gonosz fognak föltárni, és még több negatív kapcsolatot, mint amikor kapaszkodsz fölfele a magas hegyre. Vagy mennyire tudsz az ego fölé emelkedni a két vonalon, tehát egyfelől föltárul a gonosz, másfelől pedig neked a kapcsolat elejére van szükséged, amely valóban a kölcsönös cselekedetből fedezhető föl. Tehát az, aki belép a kölcsönös cselekedetekbe, az kezd el előre haladni. A probléma az, hogy olyan lehet belépni a közös cselekedetekbe, mert egy olyan állapotban vagyunk most, amikor belépünk, vagy nem lépünk. Belépünk, vagy nem lépünk. Tehát nekünk kell elrendezni ezt. Tehát az igazság az, hogy minden egyes alkalommal meg kell értenünk, hogy mi a helyes döntés. És akkor másképp fogtok előre haladni. És akkor a döntés, hogy én a kabala, ugye a kapnakaráson fölé emelkedéséről van itt szó, hogy meg tudjam határozni, hogy mi az a mi fontosabb, mint bármi más. És minden más nyilvánvalóan ugyanaz a cselekedetet nyilvánítja meg,
Tehát, hogy mire van szükségünk, hogy valóban a legfontosabb dolog, hogy tehát elvégzem a munkát a konyhában és mindenhol máshol, és folyamatosan abban a szándékban próbálok meg lenni, hogy a legfontosabb dolog a kapcsolat, és a kapcsolatra azért van szükségünk, hogy felfedezzük az adakozásnak a kölcsönös erejét. És miért van mindez? Mert Izrael az úgy tekinthető, mint emberek, akik össze akarnak kapcsolódni, nyilvánvalóan nem képesek, tehát megérzik az egymásra irányuló gyűlöletet, nyilván így helyes módon kell előre haladniuk, és akkor a reformáló fény kell ahhoz, hogy előre adjanak, és ilyen módon kell Izraelt korrigálni a fényen keresztül. Ugye Izrael nyilvánvalóan a teremtőre való közvetlen irányulás, és a teremtő feltárolása is. És ha egyszer azt akarjuk, hogy ez feltáruljon, akkor nyilván a formájézésnek megfelelően kell feltárulja, mert a teremtő ilyen értelemben egy. És a legfontosabb dolog, amit most tennünk kell, hogy ezen a fordulóponton legyünk, a fordulópontban legyünk, hogy a szándékot a csoporttal való kapcsolatba tudjuk fordítani a teremtő feltárulására, és ez csak azzal a feltétellel lehetséges, hogy képesek legyünk ezt az aspektust korrigálni. Tehát folytatjuk, ahogy ezt megelőzően, egy olyan fajta módon, hogy hosszú távon is együtt tudunk maradni. Na de hogy jutunk el a fordulóponthoz? Hogy jutunk el ehhez? Nem tudom. Itt van a szabad választásotok mindenkinek. Ezért kérdezzük a lecke előtt. Tehát mindenkinek meg kell értenie, hogy ő, hogy az emberen függ, az emberen múlik, hogy a csoporttal hogyan vitorlázik a csoport egy irányba. Ez volt a lecke bevezető kérdése egyébként. Tehát mindenkinek kell érezni, hogy ez mennyire fontos, és hogyan, ő mit határoz meg ebben a dologban, hogy az egész jövőt úgy kell érezni, mintha te kezedben lenne. De van valamilyen módja annak, hogy megvizsgáljam én magam, hogy én helyes vonal fordulok-e a kapcsolat irányába? És hogyan? Hát az, hogy a barátokkal való hozzáállásomat, attitűdömet vizsgálom, eljövök reggel, és megnézem, hogy amit csinálok, az jó-e. Milyen hozzáállásom van feléjük. Lényegtelen, mit fedezek fel, mit kell felfedeznem. Általában, amit felfedezek, az az ő irányultságába való attitűd. És ilyen módon válunk mi, nyilván akkor, ha itt vagyunk, akkor jön a felső erő, azzal a teremtő elviszi az embert a helyes, megfelelő helyre, és azt mondja, ez a te sorsod, ezt kell választanod, és akkor az ember választja. És ezt nem is tudjuk elvenni az embertől, ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát nem szabad, hogy elvegyük ezeket a jeleket, indikációkat, hogy jól választunk, vagy rosszul. Nem szabad, hogy elvegyük a felelősséget az előrehaladásunkból. Sőt, ennél többről is van szó. Én nekem nem érzem, hogy valami történik itt, hogy tudom magamra vonni a felelősséget a következő fejlődési pontért. Ez nagyon nehéz megragadni, mert attól a pillanattól, ami megragad bennünket, és azt mondja nekünk a pillanat, hogy na most tedd, hogy a jó szerencsét a kezembe adta, hogy ő, aki jó és jó cselekvő, és nekünk ezt meg kell tudni ragadni, nekünk kell magunkra vonni. Nyilván, ha én nem akarom ezt magamra vonni, tehát akkor az azért van, mert valóban ezer dolgot akarok, de ezt nem akarom.
Ez világosan érezhető, hogy így van. Minden csoportban. De pontosan ebben a csoportban, hogy bár minden megvan adva, minden el van rendezve, mi más kellene tenni, mi másra kéne álmodnunk, mit kéne kérnünk. Tehát megvan mindenünk, mondja Rav, azon a determináció döntésen kívül, amit nekünk kell meghozni. A mi oldalunkról kell megjelenni. De kokka. Tehát akkor nekem kell a hozzáállásomat megvizsgálni, hogy nem lehet szándék nélkül eladni, tehát akkor hogy lehet a váltást létrehozni? Ez a teljes apátiából indulunk, itt kezdődik a probléma. Mivel kapcsolat, vagy kevesebb kapcsolat, szeretet, vagy gyűlölet, plusz vagy mínusz, ez lényegtelen, mi a nullában vagyunk. Mit is kérdeztél? Nem tudom, mondja a diákokat, tehát ezen gondolkodom, hogyha van egy helyzet, és az a helyzet rosszabbá válik, tehát nekem azon kell gondolkodni, hogy én... Tehát mi az, ami engem másképp működtet? A kérés. De mit jelent az én oldalon a kérés? Nem tudom, mondja rá. Tehát, hogy lépek én ebbe mindenbe bele? Ezt kérdezed? Igen. Tehát, hogy fogok én ebben a különbségek fölemelkedni, és fogom meghatározni, hogyan tudok eljutni a kapcsolat hiányának a érzésére? Mi a válasz? Nem tudom. Na, de te már ezerszer is elmondtad önmagadnak, és százezerszer olvastad a könyvekben, hogy mit kell tenni, össze kell kapcsolódnunk egy. Árvút. Akkor mit kell tenni? Össze kell kapcsolni, mondja az egyik bölcsember. Tehát meg kell nyomni a gombot, hogy összekapcsolódjunk? Föl kell venni a cél fontosságát. Tehát mondjátok a szavakat, de nem értitek pontosan. Hát ezerszer leírjátok, hogy fontosságot emelni. Na, de leírjátok ezerszer, de nem tudjátok megcsinálni. Tehát, magyarabb, miért ugyanazt a dolgot mondjátok nekem, amit már 3 éve ezelőtt is mondtok? Mintha nem tudnátok, hogy ezt lehetetlen csak úgy megtartani, de mégis mondjátok ugyanazokat a szavakat. Csak is a cselekedet. A cselekedet, mondja rá. Cselekedni. Cselekedni egymás felé. Tehát a cselekedetben kell megmutatni, hogy mennyire akartok együtt menni a mennyek felé. Meg kell mutatni egymásnak, mondja rá. A gyűlöletet, az egoista részt a barátokban, és hogy mennyire vagytok képesek arra, hogy irigyeljétek egymást. Tehát a cselekedetekben kell mindent megtartani. Tehát az irigység az, ami kivezeti az embert a világból, ez világos. Tehát, hogy mennyire érzitek magatokat többnek, mint a másik, a vágyódás, a sóvárgás. Igen, azt jelenti, hogy olyan... Ki akartok lépni, ugyanabban az állapotban, amiben barát van, és csak ezáltal egy egoista ezáltal, tehát hogyan tud az ember ebből az apátiából kilépni, és olyan vagyunk képesek másképp működni. Tehát, hogy egy teljesen világos módon tudni kell, hogy mit kell tenni. És a cselekedet az egyetlen, ami... Tehát ne felejtsétek el, hogy a cselekedet az, ami egyedül működik. Bravo. Az ember nagyon érzékeny a családjára. Tehát hogyan lehet a barátok között az érzékenységet felemelni? Tehát a módszer, amit nekünk adott, a 10-es körbe kell együtt dolgozni.
Így van, tehát tehát vannak a tízes körökben, aztán van ugye a 16 ember, az én csoportom csak 6-7 ember volt, de nyilvánvalóan ezeket csoportba kellett osztani. És akkor ez erre vonatkozott a csoport szó. Tehát, hogyha neki megjelenik az irigység és az egyéb ilyen dolgokkal kapcsolatunkban, akkor nyilvánvalóan az azt is jelenti, tehát nyilvánvalóan ez nagyon fontos, ami történik. Tehát vannak a tízes gyülekezetek, amik nyilvánvalóan az emberek nagyon felfogadók, hogy bírnak találkozni a tízes körök egymással. Tehát nyilván ahhoz, hogy a közösség valóban meghatározott módon tudjon előadni a tízes körökben, mindenki tudja, mit kell tennie. És egy hosszú távon sikerül felépíteni a tízes köröket. Na de a tízes köröket úgy kell tenni, hogy együtt terjesztetek, és a feladatokat együtt csináljátok. Hát hogyan tudtátok magatokat így felosztani? Hát erre már sokat beszéltünk a csoportban, és eldöntöttük, hogy a barátok a tízes körben csak dolgoznak, tehát ez csak egy példa arra, hogy van egy esivát haverim. Tehát nyilvánvalóan minden egyes esivát haverimet a tízes kör megpróbál összekapcsolódni, felmelegíteni a kapcsolatot, és utána mint tízes kör kapcsolódunk a esivát haverimbe. Tehát, hogy hogyan érthetjük meg azt, hogy jó, de akkor csináljátok így, mondja Rab. Na, de ez egy nagyon komoly probléma, nem olyan egyszerű. Nem értem, nem tudom, mondja Rab. Tehát Ravas, az ugye csoportot jelölt ki, és minden csoportnak egyszer egy héten el kell jönnie Jesuvá Tavelimre. De... oké, na, de akkor ez volt a csütörtök este. Oké, na, de akkor meg hogy lehet az, hogy az életnek a részévé váljon mindezt? Tehát egy napi szinten kell befektetni ebben, mondja Rav, az egymás közötti és az egymással való kapcsolatban. Tehát egy ilyesület helyett, ami ugye csütörtökön volt Ravas idejében, lehet, hogy kell keresni, ami befolyásolva bennünket, hogy adakozzunk együtt, összekapcsolódjunk együtt, egyfajta értelemben, egyfajta előadásban, tehát még nem értük el azt az állapotot, ahol mindenki annak megfelelően tud cselekedni. Tehát lényeg, hogy egy tíz vagy száz vagy ezer ember kapcsolódik össze, ebben az irányultság lényeges, hogy úgy cselekedjetek, hogy ebben az irányban haladjatok. Na de mi van akkor, hogyha nem látjuk egymást reggeli lecke kivételével? Hát nem tudom, hogy ezen túlmenően, jaj, van valamink, nem? A reggeli lecke kivételével. Így van, mondja Heim Türkia. Tehát valóban nekünk, ha valaki elmegy Eilatba, vagy egy másik helyzetben dolgozni, tehát közös első erőfeszítésben dolgozunk. Tehát én nem vagyok ez ellen, csináljátok akkor így. Oké, na de akkor lehet, hogy a szociális csoportnak e köré kell szervezni az életét. Ez annak megfelelően van, hogy ti hogy döntitek el. Legyen a szociális csoport, vagy ti magatok. Megszavazzátok, mit tudom én, ez lényegtelen, mondja Rab. Én nekem csak azt kell látni, mi a végeredménye. Tehát, hogy a cselekedetben tudtok lenni. Oké, na de itt van egy másik rész. Tehát nekünk egy szociális csoportot kell teremtenünk. Ami mit jelent az, hogy én választom őket? A spirituális közösséget jelenti, hogy mit? Nem, van egy szociális csoport, aki megadja a cél fontosságát, de én választottam őket. Hát ezt mondja mindenki. Nem, adtak nekem egy listát. Én egy belső csoportról beszélünk. Nem tudtam most, milyen szociális csoportról beszélsz.
Tehát hoztak ilyet, de én is emlékszem, hogy ki volt rajta. Oké, hát vele... Tehát oké, tehát vannak emberek, akik befolyásolják a csoportot, és nyilvánvalóan vannak, akik pedig áldón részeztek abban, hogy a csoportot ugyan irányítsák. Mit akartok? Mindig azt vártak, hogy én csináljam, meg én cserégesem az embereket, valaki nem csinálja dolgát. Oké, na de ha ön választotta őket, akkor mi azt várjuk, hogy akkor lássuk, hogy ők mit csinálnak. Hát lehet, hogy nektek kell adni egy példát arra, hogy legyen egyfajta belső csoport, nem nevezzük akkor szociális csoportnak. Tehát van 300 ember, akkor ez a belső csoport, mondjuk 50 ember, aki minden nap jön, és megteszi, amit kell, és ők példával szolgálnak a többiek számára. Oké, na, de amikor az emberek... Tehát... Na, de akkor ki az az 50, aki a legjobban lenyűgözze az embereket? Hát nyilván akkor... Hát csináljátok meg akkor. Tehát vannak feltételek, amivel számolni kell a mászer, a feladatok, a legejlecke, és minden más, és akkor csináljátok meg. Hát válaszoljátok ki ezeket a belső csoportot, tehát az embereket. A legfontosabb az, hogy ki az, aki a legjobban befolyásolja a másikat. Oké, na, de akkor teremtsük egy olyan helyzetet, amikor a tízes az az alapvető szervezési formája a működésének, tehát, hogy akik igazából befolyásolnak bennünket a közösségen belül, akkor válasszuk ki azt az 50 embert, akik a legjobban fölébresztenek bennünket, akik a legjobban befolyásolnak, hogy képesek ezt egy ilyen egységes módon megtenni. Na jó, hát a mosolyogtokat már egy jó... Oké, hanok, rajta, gyorsan. Ilyen a cselekedettel akkor valamit kérdezni. Tehát milyen fajta cselekedet teremt? Tehát mi az, ami valamit meg tud változtatni, és mi az, ami másképp működtet a közösséget? Én mondja rab. Nekem a barátok helyében kell magam elképzelnem, és úgy kell magam elképzelni, hogy a barát hogyan kell neki cselekedni annak érdekében, hogy engem provokáljon, hogy engem felmelegítsen, egy irányba fordítson. Tehát ő neki kell megmutatni nekem, hogy ő nagy, nagyszerű. Tehát mindenféle dologban képes legyek én látni, hogy ő minden egyes pillanatában mindenféle cselekedetben megjelenik, és erőfeszítést és nem tudom, mit próbál meg befektetni, és abba, hogy a cél nagyszerűséget fenntartsa állandóan. Tehát én őt ilyen módon szeretném látni, de ha nem ilyen módon látom, hanem ilyen apátiában látom, hogyha én végső soron tehát van tehát hogyan tudunk másokat felébreszteni, nyilván nem tudunk másokat felébreszteni az apátiából. Csak egy olyan fajta formulán keresztül, amelyik valóban és valóban nekünk azokat az embereket kell elővenni, akikben nincs vele az apátia, akik képesek mindent megfordítani. Tehát az emberek látják, hogy milyen magas szinten van mindent, az emberek el kell rejteni magát. Hát ez az, aminek másképp kell működnie, tehát ez az, ami a korai haszidizmusban történik, tehát mindenki ezen a módon beszél, parancsolat. Tehát olyan kell viselkedni, ez egy nagyon fontos dolog, mert ezáltal, pontosan ezáltal tudják el magasabb szinten emelni magukat, és a barátok is a magasabb szinten kell, hogy legyenek, és hogy ilyen módon viselkedünk, akkor nyilván a 20 szintet is tudunk együtt menni, de nekünk valóban hát hol vagyunk mi? Milyen állapotban? Tudnunk kell. Tehát ezért azt kell, hogy mutassuk magunknak, meg egymásnak, tehát az ellentétességet, hogy mennyire vagyunk impresszionálva,
és akkor az előadás szintjére felemelkedünk, és akkor megnézzük, hogy mi a különbség. A mi számunkra az, hogy nagyszerűnek kell látnunk a barátokat, és ez az előadásnak az alapvető szabály, úgy kell látnunk a barátokat, ők nagyok. Oké, tehát akkor az alapvető elvekben, hogyha nézzük, akkor éreznünk kell egyfajta fájdalmat, ami bennünket... Tehát mit kell felmutatnom a barátoknak, tehát mit kell folytatnom? Neked a barátnak egy dolgot kell mutatnod, hogy te gondoskodsz, és róla, és átviszed azt a tüzet, ami kell a működtetésed. Oké, ülök a bősofon. Hogy emelt fel a cél fontosságát, a teremtő nagyszerű, ezt érzem, tehát dolgokat, amik magától értetődőek, hogy ezt kell csinálnunk, és nyilvánvalóan nekünk a szándékokat fel kell ébreszteni, de nem kell, nyilvánvalóan nem kell kikerülni, mert nem tudjátok, hogy kell csinálni a cselekedetet. Tehát ti nagyszerű emberek vagytok, valószínűleg mindenki ezt is akarja, de nem tudjátok, hogy mit kell csinálnotok. Mit jelent az, hogy ő nagy? Hogy tudsz úgy cselekedni vele, hogy ő ezt érezze? Mit ér elő, rabas? Hogyan tudjuk a barátok szívét felemelni, ugye? Na. Oké, tehát mit jelent az, hogy minden barát úgy cselekszik, mintha lángolna benne a tűz? Én nem tudom, hogy a rab. Mert itt vagytok, és akkor mondja neveket, rab. Reznyik és a többiek, voltok még néhányan. Hagyjátok őket cselekedni. Majd ők példát adnak. Cselekvő lesz lecke. És akkor nyilván legyen ha más nem, akkor egy ilyen színjátszó leckét tartsatok, hogy irítséget ébresztek egymásba, hogy ne aludjatok itt. Mi is több kérdés? Egy kicsit a szociális csoportról szeretnék elmondani valamit, hogy a tízes körülben a barátok között kezdődött egy verseny, hogy ki az, aki valóban cselekvő. És a jutalom a tízes körben, hogy lehet, hogy Tiberiuszi barlangba lesz a nyeres, az első díj, nem tudom, hogy fogják ezt eldönteni, hogy ki a legcselekvőbb csoport, mert az éjszakon egy barlangban ülhet majd egy hétvégét, ez a nyeremény. Tehát van egyfajta cselekvő verseny, ami nyilvánvalóan soha nem csináltunk ezt megelőzően. A második dolog pedig az az alapvető dolog, fogalom, amiről beszéltünk, hogy az emberre be kell lépnie abba, hogy mit jelent a cselekedet. Ez a jövő héten komoly munkát fog eredményezni, ezen komolyan kell dolgoznunk. Oké, ez jó, mondja. Ez egy szép példa arra, ugye, hogy... Tehát, hogy aki nyer, az elmed egy ilyen barlangba ücsörögni. Én értem, hogy ezek a dolgok nem könnyűek. Őszintén szeretném szolgálni, hogy sikeresek létek ebben, mondja Rav. Tehát, nekünk azzal kell foglalkozni, azzal kell törődni, hogy a közösségen belüli hozzáállás azzal a feltételen működjön, hogy felébresszük egymásban a dolgokat, felébresszük az egónkat, és ezt a pozitív irigységgel ébresszük fel. És aztán a jövőben majd a következő szinten ez szégyenné fog válni, és aztán nagyon sok módon fog ez még megnyilvánulni. Tehát az irigység és a szégyen. Musi? A cselekedetből akarok kérdezni valamit, hogy nekünk. Ez egy művészet, magyarabb. Tehát neked művészi módon kell cselekedni, és a színházat, ez egy ilyen, egy szerepet kell
érezned és eljátszanod. Tehát mindenkinek meg kell tudnod mutatni, hogy te nagyszerű vagy. Miben? A cél fontosságában például. Hát mutasd meg mindenkinek, hogy minden a cél. Az Isten a legfontosabb a számodra. Tehát, hogy te olyan módon vagy képes fenntartani, hogy mindenben ez jelenjen meg. De hát nekem meg kell tanulni, hogy hogyan kell mindenki irányába fordulni, vagy általában is. Általában. Na de hogy működik ez általában? Én nem tudom, hogy a Cianok mondja, tehát hogyan kell összekapcsolni. Tehát az emberek jönnek, a cél fontosságról beszélnek. Nem, ez nem szavakról szól, hanem a kifejezésekről, az, hogy hogy tartjátok meg magatokat, hogy tudtok tovább lépni. Az, ahogy ti magatokra vonjátok a dolgokat. Hát látnod kell, hogy az ember hogyan menti meg az idejét, tehát hogy mindent hogyan tud irányozni az ember a cél irányába, hogy valóban hogyan tud segíteni a barátjának, hogy valóban lássátok, hogy mennyire vagytok cselekvőek. Tehát látnotok kell, hogy az emberek miről beszélnek, és hogy az emberek egyre jobban közömbössé válnak egymásra szemben. De ez az a cselekedet, amit nekünk fenn kell tartani. Oké, tehát akkor mindenki a saját személyiségének megfelelően kell megnyilvánulni. Tehát, hogy milyen fajta karaktert vesz fel az ember ebben? Nem. Itt senkinek nincs a karakter, itt az egója van. A közös különbséget, amit ti karakterként ismertek föl, azok gyakorlatilag nem egy pszichológiai karakter, hanem inkább az egónak, az ügyes ahhoz beöltözései. Oké, mondja Musi, tehát az én számomra mondjuk a reggeli lecke, nekem a legfontosabb feladat, hogy ne aludjak el. Oké, nem hát... Na de én itt nem vagyok a barátaimmal igazából összekapcsolva. Neked a tízes körödön... Tehát hogy tudsz a tízes körrel együttműködni? A nappali órákban? Hát nyilvánvalóan ez azért függ attól, hogy kezditek itt a leckét. Tehát ezen a fajta módon, vagy ezen a módon kell csinálni, ez a te dolgod. Tehát mindenkinek... A barátoktól kell benyomásokat kapni, és így kell látni, hogy mindenki magasnak kell látni, többnek, mint te vagy. Neked a cél fontosságát kell látni, a cél fontossága felé kell fordulnod. Ez egy ilyen hatalmas lángolásra kell, hogy működjön benned. Oké, na, de a terjesztésben, amikor kölcsönös munkát végzünk esténként, akkor hogy kell úgy cselekednem, hogy ez... Ott is így kell, mondja. Persze. Na de hogyan tud valaki szerepeket összekeverni, tehát hogy egyszer benne van az üzemben, terjeszt, és akkor másodszor meg... Nyilvánvalóan nektek érezni kell, hogy hol van az egyensúly, mit kell tennetek. Tehát meg kell találnotok azt az utat a mozgalmon belül, a tényeken belül, hogy olvastok valamit, hogy tesztek valamit, a cselekedetekben, hogy az emberek érezzék a cselekedetnek megfelelően a befolyást egymás irányába, az, hogy példaként szolgáltok egymásnak. És akkor menjünk át a lecke következő részére.